Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóba. Ma nem más, mint vezetésvlog. Megyünk haza. Elhoztam barátnémet egy körmöshöz. Valentina bejárné kapuj körmöt. Nem, egyébként minden hónapban jön. Minek nem tudom, de nem is számít, hogyha tesz boldogát teszi, akkor miért ne. Igazából hétfőn kellett volna jöjjön, akkor a csajszi, aki csinálja, neki lemondta. Fáj a háta, vagy nyaka, vagy tudja az anya kinyúj, hogy milyen. Aztán áttettem ára, Mázliára, ma is szabad vagyok. Úgyhogy ezt beprogramoztuk. Mondjuk a múltkor elég szemétség volt, mert utolsó, pont mielőtt indultunk, eljött a kb. 10 perccel ért, hogy hát ne gyertek, bátya, mert jaj, nem tudom mi a bajom van, nem tudom, minden kifogások, tipikus. Amúgy erre készüljetek fel, hogy általában itt Angliában, legalábbis itt Angliában, a leghamarabb pont egy magyar fog átbaszni. Ez nem tudom, ilyen zsigerből jön nekik, hogy egymást cseszegetjük meg, egymást húzzuk le. Ugyanez van, hogyha árul is az ember valamit. Kiteszel, hogy eladó, hogy magyar-magyartól, hogy kurva drágám, vagy kurva szart lesz meg. Jól túlárazva. A magyar általában azt akarja, hogy annyit kapjon érte, használtam, amit már ő elnyúzott, elcseszett. Ugyanannyit kapjon érte, mint aki megveszi újonnan. Vagy legalábbis nagyon minimális összegért. Vagyis összegkülönbséggel akarja eladni, szóval szinte újjárán. Sokszor olyan leharcolt szarokat, hogy öröm nézni. És akkor, amikor megkérdezed, hogy hát de engedj már belőle, bazd meg, hát ennyiért majdnem újat veszek, akkor azt mondja neked, hogy hát akkor vegyél újat, én ennyiért vettem. Szóval igen. Meg úgy általában itt magyar-magyarban nem nagyon bízik meg, meg nem nagyon szereti egymást, mert tényleg az van csak, hogy irigykednek egymásra, meg ilyen dolgok. Ezek az általános tapasztalatok így, egyébként így a magyarokkal. De ez amúgy minden nyelv között megvan, tehát mindenki sajátjaival nem igazán egyezik, meg jön ki úgy igazán. Hát igen, szóval az lesz a lényeg ennek a videónak igazából, hogy elmondom nektek, hogy visszatérünk. Szóval ez azt jelenti, hogy rendszeresen lesznek videók. Még nem tudom, úgy szeretném igazából, hogy heti két videót azt mindenképp. Ezeket be kellene specifikálni bizonyos napokra. Nem tudom, hogy milyen napokra kellene ezeket most megcsinálni, hogy a legideálisabb legyen. De valamikor a hét közepén, meg talán hétvégére egy videó, ami lehet, hogy ilyen hosszabb videó lesz, vagy valami. Nem tudom. Mondjuk nálam maga a videózás az valószínűleg úgyis hétköznap fog megtörténni, és akkor hétvégére fogom feltenni. Mivel, hogy én nekem a hétvége az elég vízi, mert olyankor mindig dolgozok, és olyankor nem nagyon van időm nekem videózni meg. Vagy kedvem nincs hozzá igazából. De a lényeg az, hogy szeretnék ilyen heti két videót. Nem lesz többet játékvideó, tehát nem ilyen gameplayekre kell számítani, hanem ilyen vezetős vlogokra, sima vlogokra. Meg majd meglátjuk, még lehet, hogy lesznek videók a gyerkőcről. Hogy... Mert szokott olyan dolgokat csinálni, hogy tényleg marha vicces, és szerintem jókat nevetnének rajta az emberek. És amúgy is miért ne tenném fel? Hát Istenem, nekünk is egy emlék, amit később vissza tudunk majd simán nézni. Aztán, hogyha látom, hogy nő a nézettség, és kíváncsiak vagytok erre az egészre. Ja, meg persze fogok beszélni ugye Angliáról, mindig elő fog kerülni valamilyen téma, amiről beszélhetek, mert vagy pont meglátok valamit, vagy mit tudom én, és akkor úgy mesélek róla, hogy mi van. Szóval az is lesz, tehát így jobban, nagyobb belátást látok, és beszéd az ma sem egy, nagyobb
belátásatok lesz arra, hogy milyen itt és mi van itt és hogy működnek itt a dolgok. Na, és hogyha meglátjuk, hogy működik és megéri a dolog, akkor valószínűleg, hát mit mondjak, lesz egy kis fejlesztés, tehát be akarok szerezni majd egy kamerát, arról persze lesz unboxing, be akarok majd szerezni egy másik számítógépet, vagy legalább ezt fejleszteni egy kicsit, arról megint lesz unboxing, meg ilyen apróságok. Az elmúlt időszakban nagyon sok mindent vettem, és semmiről nem csináltam unboxingot, és nagyon sajnálom igazából, mert ugye amikor megvettem a telefon, arról igazából az egy poén volt, mert csináltunk róla videót, csak hogy is volt? Igen, az iPhone 10-esemmel csináltam videót, mikor vettem ezt a telefont, és én hülye, nem mentettem le gépre, én azt hittem, hogy már fel is töltötte a cloudra, az iCloudra, és én ahogy átköltöztem ebbe a telefonba, vittem is, hogy eladjam a másikat, mert pont volt rá kliensem, és vittem, hogy eladjam. Igen, ám csak az a videó pont nem került még fel akkorára cloudra, mert utána lejöttem wifi-ről, és akkor nem szinkronizáltam, ugye elég nagy méretű videókat csinált az iPhone-hoz képest, mert 4K-ban volt felvéve 60 fps-sel, és hát úgy az a videó elveszett, pedig azt nagyon faszán megcsináltam igazából, tehát részletes volt, meg elég minőségének mondható. Meg ugye utána volt megint az iPad Pro-t, mikor megvettem a 10.5-ös iPad Pro-t, arról megint nem csináltam videót, aztán megvettem a... Mit tudom én, vettem egy csomó szarságot, aztán semmiről nem csináltam videót, amit most így utólag bánok, mert nem feltétlen tömegtermékek ezek, meg magyar videója, jaj, de sok nincs belőlük. Meg amúgy is miért, mert na mindegy, nem csináltam, az a lényeg. Ezt egy kicsit bánom, mert azért miért ne, alapon jó lett volna. És most gondolkodok, hogy a gyerkőc úgyis jól alszik. Megyünk kicsit látványosabb helyen, bemegyünk a központon keresztül, és megnézzük a Clifton hídat amúgy, így alulról. Szóval lett volna lehetőségem csinálni egy csomó videót, de kurvára nem csináltam. De ezután azért most már így megpróbálok mindenről normálisan videót csinálni. Valószínűleg jövő hónapban is lesz egy unboxing. Az az iPhone XS Max lesz. Tehát ez most már 100%. Aztán lehet még ugyanabban a hónapban, vagy következő hónapban szeretnék megvenni a kamerát is. Amit nem mondom meg, hogy milyen lesz, de kis profi cucc lesz. Aztán most így egyelőre olyan, hogy nem tervezek más unboxing videókat, meg ilyeneket. Max, hogyha tényleg veszek egy videókártya, az kellene, meg még egy kis memória, de hát most memóriát látod mindenki, abban nincsen különleges, nem fog ilyen csicsás, RGB-s, LED-es, meg babánfaszás memóriát venni, mert nem nézegetem a gépet, hanem használom. Ami maximum hát videókártya, de videókártyát meg valószínűleg nem újat fogok venni, hanem használtam, mert egyelőre nem éri meg, hogy most kicsesszek 5-600 fontot egy új videókártyára, amikor megveszem 200-250-ért használtan. És mondtam, hogy nekem amúgy se játékra kell, és amire nekem kell, arra nem is látom értelmét egyelőre, hogy újat vegyek. Majd, hogyha olyan nagy lesz a csatornám, hogy így zsigerből ki tudok perkálni annyi pénzt érte újonnan, majd akkor megveszem. Na hát az majd jó pár év múlva lesz talán, de szerintem akkor sem, mert nem fogunk mi akkorára nézni. Úgyhogy igen. Itt, hogy megint, hogy felmerülhet a kérdés, hogy azért csinálom, hogy pénzt szerezzek ezzel. Nem, rohadtul nem. Már nem vagyok se partner, se semmi. Gyakorlatilag nem is tudom használni a YouTube-os AdSense-t, mert amikor kijöttem az országból, ugye nekem az AdSense-em még az otthoni címre, meg minden szarra van csinálva,
És a Google-lal már próbáltam kommunikálni egy párszor, de az istenés akarják átállítani Angliára, mert ezt beállításokon belül nem tudsz országot cserélni, országot váltani, pont úgy, mint a PayPal-nál. Tehát PayPal-nál ott konkrétan kellett csinálják új PayPal-t, mert nem tudják átállítani a régi országot az új országra, mert másak a törvények, meg a tudja faszomik. Úgyhogy újra kellett csináljam az egészet. És most valószínűleg ugyanezt szeretnék az AdSense-el is, csak annyi különbsége, hogy én rohadtul nem akarom újra csinálni, mert nem szeretném elveszteni azt az 1000 plusz videómat, meg azt az 1700 feliratkozómat, mert kurva nehezen jött össze, és ragaszkodok hozzájuk, nehez az igazság. Szóval valamilyen lehetőséget azért megpróbálok majd még velük elintézni. Ha meg nem, akkor meg gyártom a videókat úgy, hogy abszolút nincs bennük haszon. Mármint számomra úgy anyagilag haszon. Igazából haszon egyáltalán nincs, így se, úgy se benne nekem, mert azért a havi fél fontér vagy egy fontér, amit keresnék vele, az miatt, hogy ha miatt csinálnám, akkor amúgy se csinálnám. Azért akarom megint csinálni, mert szeretem. És ilyen kell valami kis hobbi, ami úgy leköt, mikor pont nem a gyerekkel foglalkozok, vagy pont nem melóba vagyok. Szóval emiatt lesz videózás, nem amiatt, mert pénzt akarok én ebből szerezni. Pénzt amúgy csak fogok belőle szerezni, ki tudja milyen sokáig, vagy lehet, hogy egyáltalán. De viszont azt se szeretném, hogy marha nagy összegeket üljek bele most ebbe az egészbe, a hobbim vagy gyakorlatilag, mert az megint számomra nem feltétlen kifizetődő és jó dolog. Mert oké, hobbi, megcsinálom szívesen, de azért pénzemet nem ebben szeretném beleölni, hanem esetleg valami olyasmiben, amiből hasznom is van. Úgyhogy de a lényeg az, hogy fognak jönni videók rendszeresen. Lehet, hogy lesznek kimaradások, vagy mit tudom én, de megpróbálom, amikor van jobban időm, akkor csinálok több videót, és akkor beidőzítve mindig ugyanakkor a bizonyos napokon a héten fognak jönni, és akkor lesz folyamatosan tartalom. Ezek a vezetéslogok meg lesz még sokfajta, mert jön a jó idő, egyre többet fogom is kimászkálni, hogy lesznek érdekesebb videók, érdekesebb tájak, stb. Kirándulások, mit tudom én, ottan óceán bemutató, különböző parkok, különböző városok. Majd megpróbálok mindenhova elmenni újra, ahol már amúgy jártam, de tetszett, és akkor azt is megpróbálom nektek bemutatni. Addigra szeretném, hogyha meg lenne már a kamera, a másik kamera, és akkor ezt egy kicsit profibb szinten tudjuk majd csinálni. Tehát vannak tervek, van minden, csak idő és pénz kell hozzá. Na hát ez a központ gyakorlatilag. Az autópálya pont itt ér véget. Pont jó, megállunk. Az ott a Kevod Circus. Egy kurva nagy bevásárlóközpont. Van vagy 3 vagy 4 szintje. Olyan nagy, hogy 10 perc kell, míg végig sétálsz rajta, hanem több. És ez nyúlik át a főutcába. Szóval rohadtul nagy. És akkor ott még van még egy nagy bevásárlóközpont, a The Galleries. Az is marha nagy még. Meg ott van ugye a Primark, amit nagyon szeret mindenki, olyan, mint egy kínai üzlet. Olcsó szarruhákat árulnak, kurva drágán. A lányok viszont nem ezt mondják, ők azt mondják, hogy jaj, a lehetőségek tárháza, meg a legfaszább hely, ami létezik. Mert olcsóbb minden, mint máshol, de azt nem mondja egyik se, hogy szar kínai termékek vannak. Na mindegy. Én utálom. 3 emelet kínlódás, vagy 4 emelet szenvedés. Mikor oda bemész, az meg 2 óra minimum még bent ülsz, hogyha nővel mész. És az a veszed magad, mikor a kasszánál vagy, hogy ott hagytál 100 fontot, és hazamész, és a fele vagy szarminőség, vagy nem jó, vagy mit tudom én, vagy fel, nem tudom, nekem nem jön be. De a lányok imádják. Én inkább elmegyek egy Pull&Bear-be, vagy egy
tudom, hogy bármi másba, csak ne Primarba. Mondjuk én a Sports Direct-et, vagy a Direct Sports-ot szeretem. Én sportos ember vagyok, nem? Nem szeretek én ilyen flancba öltözni, meg ilyenek. Kicsit eltértünk a tájtól, de végül is ez is jó, így is jó, mert legalább mesélek nektek a dolgokról. A városba is ki kellene jönni valamikor, és ezeket a nagy épületeket, meg minden szart megmutogatni. Nem mostanában lesz, mert kurva ideg van, hanem majd valamikor később. Meg ugye itt vannak a partok, itt a városon keresztül megy úgymond egy folyóféleség, és ott van csónakok, hajók, meg minden szar. Konkrétan vannak éttermek a vizen, meg ilyen baromságoknál, azokat is be kellene mutatni. Szóval lenne mit mutatni, és lesz is mit mutatni bőven. Úgyhogy lesz videótartalom rendesen. Úgyhogy ez az igazság, hogy lesz mit mutatni. Egy erkélyce alszik még mindig. Úgyhogy jönnek majd a videók, különleges videók is lesznek, amiről még nem beszélek, de majd rájöztök, ha eljött az ideje. Nem akarok túlságosan erőltetni egyelőre a videózást, míg nem lesz meg a másik kamera, mert ezzel a telefonos videó minősége se az, ami nekem tetszik, és ha más talpon nekem nem tetszik, akkor nem is nagyon szeretek vele foglalkozni. Csak most úgy megjött a kedvem ehhez az egészhez, és hogyha nem fogom csinálni, vagy nem kezdem el, akkor elmegy a kedvem, és akkor ott hagyom megint a picsába az egészet. És majd fél év után, vagy egy év után megint rám jön, hogy csináljam, és akkor megint ugyanitt tartunk, szóval most már úgy vagyok vele, hogy neki kezdek és csinálom, aztán lesz, ami lesz. Ez az állomás itt bal oldalt. Innen indulnak a vonatok. Egyszer voltam ott, ha jól emlékszek, hát nem tudom hány sín van, baszki, de kurva sok vonatot tudnak elindítni egyszerre. Igen, Angliában a vonat amúgy rohadtul drága. Hála Istennek nem kellett használjam még soha, de mindenki azt mondja, hogy kurva drága, és úgy néztem jegyeket máskor, hát elmenni egész Manchesterig vonattal, ami amellett, hogy kurva sok idő is, mert nem tudom, ezek a vonatok, mint hogyha egy fokozatjuk lenne, az is lassú. De még egy ilyen 120 font, ha jól rémlik. Ami még horribilis összeg, baszki, egy gyakorlatilag mennyi? 150 mérföldes, tehát egy 200 kilométeres útér. Mint hogyha Debrecenből lemennél Pestre, bazd meg. És belekerül 120 fontba. Ami rengeteg pénz. Egy szaros vonatozásra. Hát autóval megjárom. 120 font oda-vissza. Autóval. Szia, Manó. Felkeltünk. Na hát, hogyha elkezd sírni, akkor megállítom a videót. Aztán majd lesz megint. De még el van, addig nincs gáz. Igazából a gyerkőccel az a helyzet, hogy míg megy az autó, addig nem sír. Vagyis akkor sír csak nagyon, hogyha rohadtul éhes. Vagy rohadtul éhes. Ahogy úgy nála üt a klokk, és megéhezik, akkor bömböl. Tehát ez úgy olyan szinten bömböl, hogy muszáj cumit vagy kaját nyomjál a szájába, mert máskülönben nem bírod elviselni, olyan csúnyán tud sírni. De máskülönben, ha nem éhes, akkor semmi baja nincs. Akkor úgy ül, nézelődik, nézi a mesét. Szóval nem, nincs probléma a gyerkőccel. Imád autózni, szóval akkor sokszor lesz velünk videózás közben. Jaj, fiúk, hát mit csináltok? Szóval igen. Igazából nincs vele baj. Akkor van vele baj, mikor tényleg elkapja az éjség. Ami azt mondja, hogy mikor evett, azt mondja, hogy 9-kor evett kb. Hát még van durván fél órája, hogy elkezdjen kajás lenni. De van, amikor hamarabb jön az éjsége. Általában 2 óránként teszik, még mindig. De már hozzászoktunk igazából. A legnagyobb probléma az inkább, hogy éjszaka is megmaradt ez a 2 óránként felkelés eszik. Ami azért nem olyan kellemes most már így
majdnem 11 hónap után még mindig ez van. És azért ugye egy kicsit fárasztó, ugye bár minden egyes éjjel két óránként felkelni. Mondjuk barátnémnek szar inkább, mert szegény, ő kell fel mindig. Én úgy el vagyok mindig fáradó, hogy úgy alszok, mint a te. Én tőlem ordíthatna szegény gyerek, úgy csalanám meg. Úgyhogy barátnőm szegény viszont két óránként ügyes anyásan felébred és megeteti. Mondjuk van, amikor nem eszik csak egyszer vagy kétszer egy éjjel, az olyankor Hawaii. De annyi baj legyen, inkább egyen, mint ne egyen. Vagy hogy beteg legyen és ne egyen. Szóval nem, nincs vele problémánk, de azért úgy egy kicsit jó lenne, hogyha az éjszakát végig aludná teljesen. Megvan neki mindig reggel, hát fel kell 6-kor, 7-kor, akkor evés, játszás, kis játszás, mesézés. Aztán 9-10 óra körül jön a szundi, amit most lebonyolított itt az autóban. Ah, megint alszik, nem probléma. Tehát azt lebonyolítja így menet közben, és ha úgy van, hazamegyünk, akkor leülünk játszani. Megint mesézünk. Eszünk, persze azt nem is kell megemlíteni, mert az folyamatos. Eszünk, utána eljövünk anyuért. Majd ér, mikor induljunk utána. Aztán megyünk, ha minden igaz, vásárolni, bár nem nagyon kell semmit venni, most már tele van a hűtő. Nem tudom, utána lehet, hogy csak hazamegyünk, aztán sziasztázunk, Valentin napi filmezés, meg ilyen dolgok. Meg játszunk a gyerkőccel, és akkor igen, a gyereknél utána, tehát van a reggeli szundi, délbe, ha nagyon-nagyon-nagyon kijátsza magát reggel, akkor van úgy, hogy alszik délbe is egy kicsit, olyan 2-3 óra körül, tehát de ezek a reggeli meg a déli alvás, ez ilyen fél óra, egy óra maximum, szóval annyit alszik kb. És akkor, ha van déli alvás, vagy nincs déli alvás, de akkor lebonyolódik még az, és utána jön az intenzív játszás egész 6-ig, 7-ig, van amikor 8-ig is, mert máskülönben nem alszik éjjel rendesen. Mármint olyan tényleg nem alszik éjjel rendesen, hogy az éjszaka közepén jön rá, játszaknék, és akkor ugrál a kis ágyba meg minden. És azt meg ugye egyikünk sem nagyon kívánja, mert mi viszont szeretnénk éjjel aludni egy kicsit. Úgyhogy próbáljuk délután mindig lefárasztani, amennyire csak lehet, és akkor 8, legkésőbb 8-kor, hébe-hóba 9-kor lefekszik, és akkor tényleg csak ez a 2-3 óránként, mikor fel kell lenni, akkor kell fel, ugye reggel 6-ig. Szóval a gyerkőcnek az alvási módja az ilyen. Sok embertől olvastam, hogy meg sok fórumokat, meg weboldalakat olvasgattam, hogy a gyerekkőce már ilyenkor végig alussza az éjszakát, meg ritkábban eszik, meg mit tudom én. Hát, na, nem mondom, hogy nem örülnék neki, hogyha az éjszakát végig aludná vés nélkül, de ezzel sincs igazából probléma, mert addig még egészséges a gyerek, és minden rendben van vele. Nekem igazából az számít, nem az számít most, hogy aludjak 2 órával hosszabban, folyamatosan. Meg lehet szokni egyébként, szóval nincs ezzel semmilyen probléma. Kicsit azért egyszerűbb lenne, hogyha ritkában kellene neki több kaját adni. De nem gáz. Egyébként most fogunk fel, a háttérben nem tudom, ha látszik a videóból, ott van fent a Clifton Heat, ami a két sziklát gyakorlatilag összeköti. Ez egy másik híd, ez egy olyan híd, amit leszoktak zárni, mikor mennek ki a folyóra a hajók. Olyankor a híd elfordul teljesen, és akkor ki tudnak menni a nagy vitorláshajók a városból, amik mennek ki. Itt végig ezen a... De csak dagálykor, ugye, mert itt apálykor ez a szar itt kiürül, tehát nincs benne elég víz. És akkor ez a híd az, ami elfordul, így elfordul komplet, tehát teljesen elfordul.
és akkor a nagy hajók is ki tudnak menni rajta. Tehát ez a négy sáv úgy, hogy van elfordul, de erről van fent a YouTube-on videóm egyébként. Nem is olyan régen tettem fel. Még egy tavaly vagy tavaly előtt nyáron csináltam azt a videót, és akkor azt most publikáltam igazából. És akkor ki tudnak menni a nagy vitorlás hajók innen. És akkor itt van ugye a Clifton híd, ami Bristolnak a legkülönlegesebb, meg leglátványosabb dolga igazából. Azon át lehet menni autóval is, gyalog is, fizetős híd, szóval 1 font kell ahhoz, hogy átmehessél rajta autóval, gyalog ingyenes. És ugye ez a két sziklát, két hegyet gyakorlatilag összeköti. Delivery House motoros meg itt mellettem vergődik. Szóval ez itt ilyen. Erről majd lesz szerintem normálisan videó, és normálisan be lesz mutatva. Hogy legyen egy kicsit látványosabb, ezt most csak úgy erre jöttem, hogy lássátok. És fel is megyünk innen, mert nincs kedvem itt kerülni annyit. Meg igazából semmi látványos nincs itt, mész végig a folyóparton, mellette sziklák. De nem olyan különleges szerintem. Inkább megyünk a városon keresztül, hogy lássátok a várost. Az talán kicsit érdekesebb lesz. Igen. Hát... igazából ez volt a lényeg, amit úgy akartam nektek mondani, hogy jönnek a videók, és... arra viszont kíváncsi lennék, hogy konkrétan milyen videókat szeretnétek, és akkor milyen stílus, miről beszéljek többet esetleg, ami érdekelne titeket, és akkor annak függvényében csinálnám a videókat, mert úgy akkor egy kicsit még tartalmasabb lenne számotokra, szóval még érdekesebb lenne úgymond a videó, ami megint csak fontos dolog szerintem, hogy érdekeljen is az, amit én beszélek, megmondok nektek. Ne csak így zagyváljak kurva hosszan, feleslegesen. Ez egy ilyen mini szerpentinnek azért túlzás mondani, de szerpentines rész, így mi vegyünk fel a Clifton Parkhoz, ami megint csak Bristolban az egyik legnagyobb, nem az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb park talán. És másik nagy nevezetessége. Ez kicsit olyan, mint a New Yorki ilyen park az már. Tudjátok, a New Yorki nagy park. Pedig tudom is, most nem jut eszembe a neve. Na mindegy. Szóval ez egy kicsit olyan. Itt lehet elmenni balra, akkor úgy meg lehet kerülni konkrétan az egész parkot. Ott megint van egy ilyen kilátó, ahonnan látszik megint a Clifton híd nagyon gyönyörűen. Majd oda is fogunk menni, ott is lesz videózás. Szóval lesznek látványos videók, nem is kevés, és nem is olyan sokára. Érdemes feliratkozni és figyelni a csatorna folyamatát és életét, mert lehet, hogy legtöbbetek ideje nem fog eljutni, mert nem lesz miért. Max, hogy jöztök kirándulni, vagy ha nem adj Isten, ide akartok költözni. Nem, hogy ne adj Isten, gyertek nyugodtan, engem nem zavar. Elég nagy ez a város mindenkinek. Egyébként Anglia, nem tudom, negyedik talán legnagyobb városa. Nem vagyok benne biztos, de majd utána nézek. Elég ködös időnk van. Szóval, igen. Aki ide akar költözni, azt nyugodtan jöjjön. Van hely mindenkinek. Meló is van mindenkinek. Itt csak az nem dolgozik, aki lustul. Szóval ez még mind a Clifton Park, előttünk az még mind a Clifton Park, és ez így a városba van benne konkrétan. Itt baloldalt, és ez mind a Clifton Park, és ez még így a... gyakorlatilag el se látsz, a végéig tart. Tehát akkor ez a park. Imádom. Imádom ezt a parkot egyébként, és még van vagy 2-3, ami ilyen bazi nagy. Nem épp ekkora talán. De mondjuk van az egyik, ami nagyobb, abban gyakorlatilag még egy erdő is van. Szóval, mondjuk van 2 is, amelyben még erdő is van.
ébredezik a gyerkőc megint. Amúgy a gyereket Benjaminnak hívják. Benjamin. Ejtsek ki, hogy akarja. Most leszünk 11 hónaposak. Lassan egy évesek vagyunk. Telik gyorsan az idő. Régen is gyorsan, viszonylag gyorsan telt az idő, főleg mióta kijöttünk ide Angliába, és köszönöm, mintha lopnák az időt, úgy telik az idő. De mióta meg megvan a gyerek, hát basszus, azóta nagyon, de úgy durván nagyon telik az idő. Észre se veszed, és már felnő melletted. Én most emlékszem, amikor akkora volt, mint egy kis párna. Most pedig akkora már, hogy nem fér el a kezedbe. Durva. És úgy emlékszek a szülésen, mintha ott lettem volna. Vagyis most is ott lennék. Mintha tegnap lett volna. Közben már mindjárt egy éve. Hoppá. Ezt kicsit kiugrottunk. Szóval igen, durva, hogy telik az idő, meg az is, hogy telik, hogy mióta itt vagyunk már. És milyen régen nem voltunk, hát most már több mint egy éve nem voltunk otthon. Egyelőre nem is szándékozunk. Igazából semmi értelme nincs. Család meg barátok, de úgy most csak konkrétan nem tudom. Nem azt mondom, hogy családnak, mintha hiányzik mindenkinek, de az életünk már itt van. És már ezzel nincs mit kezdeni. Már mi nem akarunk mit kezdeni vele. Itt élünk, ezt csináljuk. És valószínűleg itt is maradunk. Ha csak nem lesz a Brexit miatt valamilyen különleges dolog, ami miatt beszarjunk és ellelépünk innen. Bár mondjuk abban az esetben se haza fogunk menni. Abban biztos vagyok. Mert otthon... Én nem tudom elképzelni most már, hogy otthon éljek. Az az igazság. Most lehet, hogy ez nagyképűnek hangzik, vagy mit tudom én, de tényleg nem tudom elképzelni, hogy otthon éljem le az életem, vagy otthon dolgozzak, vagy otthon csináljak bármit is. Én alig vártam, hogy Romániától megszabaduljak attól az egész környezettől, meg mindentől. És ne is lássam, meg ne is halljak többet róla. Én még egyszer oda-vissza nem megyek. Ha menni kell innen Brexit miatt, vagy bármi miatt, akkor hát én nagyon szeretnék igazából az óceán másik oldalára jutni. Én oda szeretnék már évek óta jutni igazából. Csak ugye ez nem így alakult. Meg problémás az egész vízumos baromság. De én abban reménykedek, hogy innen Angliából könnyebb lesz kijutni, hogyha meg lesz a Brexit, és akkor megint csak én nyerek ezzel az egészen a legjobbat, mert végre oda jutok, ahova tényleg szeretnék lenni. És valószínűleg lehet, hogy kicsit egyszerűbben. Mert ugye lenne még a másik lehetőség Kanada, oda sokkal egyszerűbben ki tudnák jutni, csak ott meg nem tudom. Félünk attól, hogy hideg lesz. Nem, amúgy tudjuk, hogy nem lesz most egy kicsivel hideget, de mit tudom én. Az asszonynak Florida jön be nagyon. Én meg inkább Kalifornia párti vagyok. Nem tudom. Hát, meglátjuk. Igazából szerintem úgyis itt maradunk, de ha meg nem, akkor arról meg majd úgyis értesültök. Na hát gyakorlatilag ennyi volt ez a videó, most már hazaérünk. Ha tetszett, lájkoljátok, osszátok meg, aki új, az iratkozzon fel. Nyomjatok rá arra a kis csengőre, hogy értesüljetek róla, hogyha lesz új videó. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!